Sziasztok! Én Gregor vagyok a Sasrik Legends-től, és máma egy kis Battlefield 4 nosztalgiával készültem, mégpedig Gun Master játékmód van, és ezen belül még ráadásul hardcore is a szerver. Gun Master egyébként egy viszonylag új mód, szóval ez jó dolog, meg én szeretem is, és általában persze nyerni is szoktam. Úgy de aranyos volt ez a csávó. Remélhető, hogy most is nyerni fogok. Vagy nem, ki tudja. Bazd meg. Úgy de kancsa vagyok. Nem? Szép volt, gratulálok magamnak. Valószínűleg egy vagy két játékmenetet fogok menni, illetve meccset. Ez a kört, vagy kinek hogy tetszik. Attól az időtől függ, hogy mennyi ideig tart majd egy menet. Gyorsan elverek mindenkit, akkor kettő is belefér. Egy kis plusz infót itt közben mondanék, hogy ugye most valamikor nem sokára ki fog jönni új pálya a játékhoz, és ez mindenkinek elérhető lesz. Nem csak a premiumosoknak. Az pedig egy Battlefield 2-es pálya lesz, amit felújítottak, úgymond erre a grafikára, hogy méltó legyen a BF4-hez is. De ugyanúgy néz ki, mint valamelyik Battlefield 2-es pálya. Ilyen kínai is, vagy japános pálya lesz. És majd az fog nem sokára kijönni, már a teszt szerverbe azt hiszem kijött. Lehet, hogy még ott hogyha van, akkor letöltöm és úgy csinálok róla a videót. De egyébként igen, az a lényeg, hogy abból lesz videó, azt így előre megígérem. És hogyha ez a videó majd tetszeni fog, akkor az meg. Egyébként közben Desert Eagle vagyunk már, és első helyen. Csezz meg. Jó, volt egy lövésnyi HP-m. De mit kezdtem el mondani, amit elkezdtem mondani. Igen, hogyha ez a videó tetszeni fog, akkor még persze fogok csinálni ilyet is, akár más játékmódban is, ilyen kis nosztalgia BF4-et. Egészen addig, ameddig ki nem jön a Battlefront. Star Wars Battlefront. Valószínűleg utána egy kicsit el lesz anyagolva ez a játék, mert azt már nagyon várom, és hogy amint kijön, én azt megveszem, lesz belőle videó is persze. És nyilván azzal fogok játszani elsősorban. Itt jön mindjárt. Fie. Nem, ott jön fent. He, Clash. Nem tetszik ez a fegyver. Mondjuk alapvetően ez egy jó pisztoly, csak mondjuk jól jönne rá egy red dot, vagy valami. De még mindig első helyen vagyunk legalább. Viszont most már ugye ezen nem sokáig, hogyha nem ölünk. Így igen. Egyébként ez a legerősebb pisztoly, azt hiszem, a játékban. Vagy amik nem biztos, lehet, hogy van olyan revó, ami erősebb. Most meg már egy DMR-rel vagyunk. QBU88-al, azt hiszem. Azt meg. Mindig ilyen nagyon kevés HP van, ugye hardcore-ban nem töltődik vissza a HP. Azért hardcore, meg nincs minimap, de erre mutatok mindjárt módszert, hogy ugye sokan azt hiszik, hogy egyáltalán nincs minimap hardcore-ban, pedig van, csak meg kell nyomni az M betűt, és mondjuk akkor nem minimap lesz, hanem egy jó nagy map. De néha érdemes ránézni, mert legalább lehet látni, hogy éppen hol van harc, és hova kéne mennünk, nem így rohangálni fel alá a pályán. Ezt keresni az embereket. Ennek az egy hátulütője van, hogy éppen ezt sokszor van, hogy nézegettem, azt közben lelőnek, mert nem látom normálisan, hogy közben az arcomba jön egy szép ember. Ezt nem találtuk el nagyon, ezt már igen. Csezz meg! Egyébként a beállítások minden ultrán van, hogyha valakit érdekelne. És
És ja. Kint ez a játék még szerintem még mindig nagyon szép. Hogyha például mostani játékokhoz is képes, hogyha összehasonlítjuk mondjuk egy mivel hasonlítsuk össze, mondjuk egy Hardline-nal, akkor egyébként szökövő ugyanolyan grafikájuk van, azt hiszem a Hardline-nal. És ez azt hiszem direkt csinálták így, hogy nem csinálták olyan jóra a Hardline grafikát, mert hogy ne legyen olyan nagy a gépigény. Vagy nem tudom, de egyébként nem szebb a Hardline, mint a BF4. És még mindig vezetünk, mondjuk kicsit már elhúzhatnék, mert egy gyerek nagyon seggende van. Most pedig egy Z-vel vagyunk, egy szerintem egy MG4. Ez egy LMG, Light Machine Gun. És egyébként jó fegyver, és mindjárt lelő a társam. Nem, M249-el vagyunk, jó, kicsit összekevertem. Oké, most meg már egy valami Shatival. Szajha 12K-val, én csak Szajhának hívom. KD-nk az viszonylag elmegy még. Kb. Kétszeres KD-ba vagyunk. És ott volt valaki. A fa majd megvéd. Jó vicc volt. Végig meghaltott volna, nem értem. És még elég sok HP-ja is maradt ráadásul. Azért hardcore van, és ennyi shotgun lövést azért már így lett volna megdöbölni. Egyébként a Battlefrontot valószínűleg többen is megvesszük így a csatornából, és ott ilyen több személyes gameplayek lesznek. Bazzeg. Megint csak egy lövés voltam neki. Jó, a csapatomból eléggé vezetek. Mondjuk egészben eléggé vezetek, mert a ellenséges csapat még rosszabbul áll. Most pedig egy QBU, nem QBU-val, még mindjárt mondom majd. QBZ95-1-el megyünk, mentünk, most már Shatival. És persze lelőd, ilyen merre van a távról. És menjek képületbe, mert Shatival ott a jó. Egy játékos van mögöttem egy szinttel, szóval attól kicsit félek. Csesz meg, nem baj, ő is megvan. Ő headshotot kapott, és megállítottam a killstreakjét. Lesznek majd, illetve egy jó kis fegyver lesz majd, azt hiszem 10-valahány, az is 10-valahány vége felé. Ami valami Porsche gun lesz, vagy nem is tudom, hogy kell ejteni. Ami egy ugye, nagyon erős fegyver is, premium pályákon lehet felszedni csak, szóval igazából nem is lehet meg, csak felszedhető. És még egy UMP9-el megyünk. Csesz meg. Átette a vezetés. PNC Toms 54-es 8-as szintjével. Nekem rohadtul nem tetszik. Én a Gun Master-vel nem csak a tudás a döntő tényező, hogy ki fog nyerni, hanem azért szerencse is kell valamilyen szinten. De hogy ne legyen az, hogy nem találkozol 600 élit emberrel. Ez jelent ezt fejlődni. Na, ez nem jött össze.
és ezzel még csak ez volt az első killem. Egyébként nem UMP9-en vagyunk, hanem UMP45-tel. Nagyon hasonlítanak egyébként. Na, így. M4. Ez is jó kis fegyver. Itt lesz valaki. Vagy már fent van. Eltűnt a kis aranyos. Persze. Hát ezt kicsit elbaszarintottam. Kéne, akik még viszonylag kezdők a játékban, azt mondanám, hogy általában közelharcra, hogyha nagyon közel vagytok egymáshoz, mint például az előző szituációban, és mondjuk az első még egy össze-vissza pattog is a csávó, akkor inkább úgy lőjétek, nem kell akkor célozni, mert tök felesleges. Kevesebb töltény fogja úgy eltalálni, mint a null scope-pal, ezt csak így simán lőjük, úgy sokkal hamarabb és nagyobb eséllyel fogjuk kiiktatni szerencsétlen ellenfelünket. És ez általában így is van. Mondjuk nyilván nem mindig. Ó, és itt egy magyar. Onion Zoli. Ez jó kis név. Még első. Nem vagyunk az első. És első már plusz 3-an felosztak. Itt nagyon nem lesz jó. Csezme? Hogy azért? Az... Jó van, szimádom. Nem fog nyerni így, hogy így folytatom. És ez nekem nem lesz szimpi. Jó van, úgy van, ezt is lelövik. Basszeg. Egy ketten vannak előttem egy killel, de ugyanazon a szinten vagyunk. Egyelőre. Kint azt hiszem 24 fős a szerver, ugye 12 enemy. 12 csapattárs. Ouch. És inkább kerülök egy jót. Na ugye itt volt konkrét példa az előző mondásom, hogy null scope-pal kell ilyenkor. Ilyenkor is. Ezek azt úgy bírtam volna, hogy azt is leszedem. Egy picit mellődöttem. És még mindig előttünk van az egyik emberke. Most már egy szinten vagyok vele. És egy Unica 6 nevű revolverrel vagyunk, ami nagyon hasonlít a Magnumra. Csak ez prémium fegyver. Yeah. Gyere aranyom, gyere. Igen. G18, következő pisztoly. És az ott nem halt meg az a csávó, hogy? Nem meg kell volna halni, akkor ez meg hátba lőtt egy ilyen fánkos gyerek. Biztos kis pocak, Jani. Aztán még egy pisztoly lesz, és utána a final fegyver, egy kés általában, vagy egy jég darabka.
persze. Utána, amikor ez hiszem, hogy nem az enyém, ilyen lelövöm, megkezdem lőni is, nem az enyém lesz, aki jön. Bassz meg. Jó, még egy killel még vezetünk. És már egy 20-as szint van mögöttünk. Vannak ilyen kis szintek, akik nem tudom, hogy csinálják, hogy... De mondjuk, lehet, hogy DF-en nőtt fel a gyerek. Azt azért tud már ilyen jól ezzel is játszani, ilyen kis szinten. Na végre. Na még egyet. Igen. P222. Igen. 226. Kicsit elbasztam. Igen, és kés. Oké. Akkor most nyúlni kell, hogy valakit jól lekísérhessek. Szóval itt jobbra tuti lesznek. Akkor elmegyek oda szélre. És valaki rám lőtt, és ez nekem nem szimpi. Az meg. Mindegy, még van időnk, addig nem hoznak fel, addig van idő. És már azért illene megnyerni innen. Valamikor itt a végén elakadok ki is, és felhoznak, mert azt utálom. De olyan is van, hogy egyből lekísérte a két, szóval mondom, ez szerencse is kell. Vagy mögöttem van. Oh yeah, if you sellen. Köszönjük szépen, szép volt. Aha, szép, én is tudok írni. Na, végre egy győztes meccs. Egyébként tegnap már vettem fel ugyanígy Gunmaster, csak akkor nem nagyon nyertem. És ezért gondoltam, hogy akkor már... Viszont a KD-m az nem annyira jó. Gondoltam, akkor már nem rakom fel, inkább olyat rakok fel, hogyha már, amin győzök is. Viszont szerintem így belefér még egy. Vagy nem, majd kiderül, hogyha visszanézem. Hát nos, ezután jó kis meccs után, én most meg is köszönöm a figyelmeteket, ugyanis nem fogok berakni még egy pályát, mert az úgy már több mint fél órás videó lenne, amit nem szeretnék, mert általában az emberek úgyse nézik végig az olyan hosszú videókat. Szóval egyelőre ez most elég lesz, de persze mondom, csinálok szívesen még videókat, csak hogyha szeretnétek, akkor jelezzétek egy like-kal, és utána meg iratkozzatok fel, hogy látassátok is ezeket. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, én Gregor voltam a Sasrik Legends-től. Sziasztok!